Javítani ezeket a huplikat. Évek óta. Mi ez a box utca kiárat? Te odáig tart az első kanyarig? Igen. Ide rally felfüggesztéssel kell jönni. Hú, itt amúgy... Azon gondolkodtam, hogy hol lehet előzni, de konkrétan sehol. Tehát, hát igen. Ahonnan rajtolsz, körülbelül... Az lesz az izéd. Ennek a pályának ez a szépsége, nem nagyon lehet rajta előzni. Ezekben a kis szűk egyes kanyarokban nem szúrni. Nem azt mondom, hogy poros a pálya, de nem lehet rajta fékezni. Csak úgy mondom. Aha. Na hát a mercik az alagútba, érted, itt egyenesbe. De érted, Marika néni még tegnap itt söprögetett. Ez ma meg már Forma 1-es pálya, persze. De jó szarúz söprögetett be, olyat csúszik, baszod. Hallod? Amint hozzáérek a fékhez, csúszik a kerék. Nekem annyira nem. Mennyire hallatszik bele a mikrofonba a kormányom szétesése? Én még mindig nem állítottam az érzékenységen, és félig benyomom a pedált, és csak olyan negyedik érzékeli, hogy benyomom. Nekem... Ami mondjuk annyira nem jó, de... De legalább nem fékezek akkora. Kicsit túl van majdnem, tolva, úgy érzem. Majdnem neki mentem a első kanyarba a falnak így szembe. Igen? Ez jó. Ott óvatosan kell menni. Hallod? Miért érzem minden kanyarba, hogy neki fogok menni a belső ívben nem, nem üzének, a falnak? Reális a hozzáállásodat ez. Tavaly is ez volt, azt hiszem. Mi? Neki vertük a falnak és kész. Pedig amúgy nem lettünk olyan szarul. Biztos nem fejeztük be. Nem. Én nem emlékszek rá. Nem, én alagutasra emlékszek. Az alagutasra emlékszek, hogy lefékezett előttem a tag. Jó, kajak. Ez borzasztó. Itt a sikán előtti bemenet, hallod? Igen. Ott úgy meg lehet csókolni a falat az első kerékkel, hogy azt el sem hiszed. Igen. Meg mondjuk mindenhol egyébként. Igen. Hát ezt nem hiszem el, szóval akkor... Aaaaaah! Mondjuk amúgy... Fere nem bírok megfordulni. Állj meg! Keresztbe állok. Pedig jó. Zöld zászló van itt. Zöld? Egy DRS zóna van. Ó, Feri rohadja el meg. Fastest lap volt nekem. Én is mentem, hogy... Ja, hát Feri megpördítva. Csak a nyelva. Na ezt a részt itt kellene... Úha, igen, itt bele kell gurulni. Nem még kis gázfröccs, tovább gurulni. Kikerülni ezt a huplit a kaszinó előtt. Amúgy sok gyors kanyar van benne, csak mégis olyan szűk ja. Szar. Hát viszonylag gyors. Na itt be lehetne szuáááát. Hát itt be lehet amúgy... Igen. Első szar. Oké. Nézd meg, az ideális ív nem létezik. Hát itt elkezdett recsegni a hang az alagyúban. Igen. Bár hogy ott miért szarabb a vétel? Nincs ideális ív, nincs felgomizva a pálya. Hát még nincs. De mi vagyunk ketten itt először szerintem. Hát igen. A két nap alatt, amíg lezárták az izét utat. Majd időmérőn azért tapadni fog már. Igazom az útra állja, hogy gumizzom a pályát. Elkaptatok rajta egyet. Jó, hogy már innen, aha, oké. Okay. Jó, még nem mintha amúgy 80-nal többet mennénk, de... Jó. Legjobb taktika, kevés box utca taktik. Mit csinál? Hát igen. Ja. Köszi Ervin, hogy szóltál, majd reportolom. Igen, Csabeszkó, nézd meg a változásról szóló videókat. Fekete változás. Megadni beírni. De hogy te már lilán jöttél ki. Jó, hát a sárga használhatatlan igazából. Nagyon. Akkor jó. Hát mondjuk igen, amennyi kanyar van, itt szerintem csak a lila. 5 minutes rain. Mi? Igen. 30 perc szóval esik az eső. Fasza.
Itt azt olvastam, itt működik, ez érvágás. Az... működni fog. Elévágás. Ó, ez mindig működik. Csak jól kell kivitelezni. Most sötét alatt. Csállottam! Halló. Baszki! Amúgy... ez olyan, mintha világítani itt mögöttem, pedig rohadtul nem. Csak úgy fénylik. Azt hittem elhozza idáig a sárga csík végéig az autót. Ezt én megelengedtem magamat. Nice. Ez egy hetes bikafos. De nem cseréltetek első szárnyat. Igen. Azt mehetünk. Mert neked is letört. Amikor neked mentem. Jaj, én a falnak mentem, te meg nekem. Ja, akkor azért álltál meg. Hát igen. Aha. Ja, azt hittem nekem mondod, hogy az első szárnyát mondom, nem tudom. Ja. Ugye egy kiállással meg lehet ezt csinálni, ezt nem tudom. És első szárny. A rohadt anyádat. Mondjuk azt, hogy egyelőre még nem érzem a pályát. Jó, oké, első szárny neki nem is fog tapadni, de... fuck! Hát de hozzá sem értem hozzá, hát kis falhoz! Hallott, Perez majdnem megelőzött ebbe a... most ezt miért kaptam? Talán mert kijöttem eléd. Te búval baszol. Elnézést. Hú, hogy lett ilyen lassú egy kanyar? Ez... ezt meg kell szokni. Jó reggelt, köge! Halló? Hallod? Perez futott egy jó időt, kijöttem elé. Mert pont akkor volt ott a célnál, amikor jöttem ki a boxból. Mm. Bejött mellém a hosszú egyenesbe, ami fölfele megy. És utána nekem jött oldalba, és kielőzött, és elhajtott a picsába. Ne figyelj, pütött és nem kapta az a lényeg. Én nem, ő volt a szar. Hú, jó kis sajtos pogesz. Jó fornett is. Hát nincs ilyen messze a fornett, ti most vissza szembe, hogy... hát is mehetek reggeléjét. Legalább az állam másik. Legalább. Kell menni. Hol a bánatba rakom le a bicaj, azt nem tudom. Addig berakom a izé bicaj megőrzőbe. Vagy beviszed magaddal a izébe. Oké, kezdik, oké. Király vagy. Ja. Meg szoktuk olyat. De régen mi voltam már ezen az állomáson. Rendes hiányzik, ki ami. Baszki a bok... érted? Úgy engedi el a box utca kijáratot, hogy pont neki menj a falnak. Kutya jógázik itt mellettem. Az, az a jó. Fekszik megint úgy, hogy első lábával felemelkedik. De valami fél perc így tartja magát. Hát reggeli edzés, mindig kell. Az a baj, nem merek kopféket nyomni, mert hát nem azt, hogy nem merek, hanem nem, nincs értelme, egyszerűen nem tapad a pálya. Ó, te bá... valami kezd alakulni, ezt látom, de... úgy, de szeretsikám volt. Chester! Chester! Csináltam róla képbe. Van még ott állomás? Hát... hát de Vivi, hát vasút másik végén is, vagy másik oldalán is lakhatunk. Azért elég nagy, nagy az a kör. Jaja. Ha belegondolsz. Amúgy igen, Dan. Hát na, aki nem szereti magát mutogatni.
Az inkább a kutyára rak ki képet ebből. Hát de bármelyik oldalon lakhatunk. Mondjuk már lassan a mi házunkat a Google térkép is jelezni fog egy Kodi háza. Már annyian tudja. Ja. Some rain. Már nem, mint hogy a Geronimo nem tépné le a lábát. Bejön. Ja. Még a biztonsági high-tech kamera rendszer nem venné föl. Ó, Marci, 4 tojást bevágtam. Még gondolkodtam mellé virslin, de már lustó. Ez nem lett leggyorsabb kör? How? P6, anyád! Gondolkodtam, hogy nem eszek, mert annyira nem voltam éhes, de mondom, délig meg nem fogom kibírni, szóval muszáj valami. Na, valami is jó. Még azt mondom, hogy nagy nehezen a verseny végét kibírnám így reggelivel, de... Hallod? Ferszepen mennyi? Mennyi? Mennyi köcsög? Ez tök jó, ez az izé DRS zóna, itt a célegyenesből, kettesből kigyorsításnál kell bekapcsolni. Ebből rök ránéz egy chatre, mert... Elnézek és meghaltam. Hát mondom, mit tegyek, mit tegyek? Ott volt a hűtőben 100 tojás, hát mondom... Hagyj fogjon. Tele van egy egész sor a hűtő oldalában. De jó neked, nekem még nem volt itt semmi, ezt megettem pékségbe. Hát az ezért kell minden héten nagy bevásárlás. Hát igen, úgyhogy vagyok. Egyedül olyan szar. Megyünk ketten. Na. Húj, de végighúztam a jobb elsőt. Azt a... és első. Anyád miatt laggoltam. És eső szárny. Abban a fiamban. Ja, eső szárny. És eső is. Azt mondom. Ja, első szárnyra. Jó. Azt hittem azt mondod, csak rosszul hallottam. Az pénz is kellene. Hát ez rip. Hát a P2 az megvan. És akkor most beülünk a boxba, időmérőig vagy most mi? Hát nem, azért ez még nem nagyon keresős gumi. Balassan kisz... hello. Lassan kifogyunk a első szárnyékból. Pedig még el is kezdődött. Mennyit hozhattak? Hát lehet, hogy izé ragasszák meg, ért, azt mondják vissza. Kis kínaiak hátul ülnek. Ja, miért nem látszik az eső innen bentről a boxból? És köszöntem. Gumáit. Fú, te, olyan tempót autóztam, és második hely. Ez fájdalmas. Jaj, bocs. 10 perc múlva nem lesz eső, most mondta. Nice. Fasza, ide jön minket megzavarni. Örülök ennek az időjárásnak. Én nem szeretném most összetörni magamat, Dávid, az eső miatt. Hát figyelj. Az de érdekes, hogy még nem mentél, miért... Kört se azóta, mióta első volt, amúgy igen. Nem mentem normális karikát. 2-10. Azóta már 9. vagyok. Első szektorom kifejezetten jó volt, a második az... Nem van rajta mit csiszolni. Ja, hogy az 1.15-ös pályán 1.23-ot mondtam. A harmadik is, húha. Ja, még nem volt normális mérszorom. Húha. Talán az első szektorban erős. Jó, hogy ki volt az. Meg nem reméltem. Hagyja ki mindenki. Hallod, mindjárt elsős kell már. Jó, mondjuk az... De hogy is. Na, tudd neki.
Everyone ready? Amúgy látszik, hogy az a felső kamera állás? Nem... Látni azért, nem a dologokat. Hello, a sniper! Dologokat. A dologokat. Csak nem futom már meg esőbe a srác idejét. Csak nem. Hát, mert nagyon hideg is az aszfalt, most meg már főleg. Semmi tapadás, úgy igazán. Nagyon tré. Júj, mind disznó égen, de jó. Annyira azért nem. Eddig jobban vették ezek az autók ezt a visszafordítót. Mi van ezekkel? Ó, Hamilton mögöttem. Csá. Hát a... Jó, igen, ott a képernyő. Belecsúsztam a sikámba, mint a rák. Az baj, hogy a lámpa is megy, és az minden szembe van a kamerának, konkrétan minden fény. És ez az, amit nem szeret egy kamera. Na jó. De majd mindjárt húzok lent az expón. Fasza, hogy az alagút a száraz, és akkor ki... Aha. Vagy beviszed az esőt, utána kijössz a szárazról. Hamilton, te mit csinálsz? Te mögöttem van Hamilton. Júj! Hú, miért fékezt? Én még pont kitakarom a térképen, na majd akkor föntebb rakom. Hát én nem megyek. Ez nagyon szar. Tudom, már nagyon magasan vagyok. Nem vagy jó ez itt, srácok? Vagy inkább takarom ki a térképet, vagy mi legyen? Nem Chestert látjuk. Azt tudom, hol van. Ja, ott van. Hogy betapad a csalagút? Ha valaki szereti nézni a térképet is. Csak azért. Valaki meg Chestert? Abban még, igen. Esetleg így nem annyira gázos a dolog. Jó az így? Jó. Nekem is jó. Dávid. Igen. Mindjárt jobb lesznek az esős gumik. Fél perc, vagy fél másodperccel. Sőt. Igen. Á, már két tized. Aha, most nézem. Csákecske! Érzéke! Ennyi. Mi történt, Dávid? 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 Hát de ezért... Miért törik ki a kerék? Hát ott volt az első kanyar, és... Látod, ezért nem mentem későbbbe. És hirtelen eltűnt a tapadás. Hallod, amúgy abban a pillanatban törtél össze, ahogy nullára váltotta izé, az esős gumi. Tehát amikor már az igen. Kell. Éreztem, így hirtelen így átváltott a pálya. És mindenki jön be. De tehát hogy nem hiszem el, hogy ezért miért tört ki a kerekem. Konkrétan csutka szembe neki mentem a falnak, hát miért nem csak a szárnyam, meg nem is annyira nagy tempóval. Why? Gyerünk srácok, jó gyakorlást, azt ajánlom, az ajánlatom ilyen továbbra is futamgyőztes, kapsz giftet a csatorna. Köszi, Jani. És a Sainz nyer? Hát akkor... az ő csatornájára megy a izé? Perez. Hát... Ten minutes. 10 perc múlva nem lesz eső.
Fasza. Addig cseréd le a kereket. Hát... olyan nem lesz. Mi újság akkor? Akkor mi adunk Janinak, ha nem nyer valamelyik? Ez jó biznisz amúgy. Csórók leszünk, de... Végül is ráéreztem a pályára, meg egyébként az egész egy nagy szar. De... Nem még rég billentyűzöttem, érted? Addig egy kis overwatch. Ezt nem látta senki. Science-nak pingje van. Nem voltam. Dávid. Beszélgetős live. Dáviddal. Ki vagy vállat, bejöttél? Hát mert majdnem én is kitörtem a kerekemet. Neki túl fan. Az hosszú karrier volt. Tehát egyébként a pályarakás szar. Így ma, szabad edzés szempontjából ment a paszki, pont most kéne menni. Áh. Eddig nem mutatott esőt egyébként, most már mutat. Még több eső lesz? Ja nem, 10 perc után már izére elmúlik. De hogy eddig nem mutatta. Hát az jó. Úristen, de hogy tudott így megcsúszni az retkes szar? Hát most, hát most 65 percen keresztül nézzük Kodita, hogy edz. Ez ebből az a helyzet. Ha Kodi edz, és nem a garázsban ül. Ja. És fényezi a... Vagy elvegyük Kubidős picsába. És jó. Átmegyünk a... az időmérőre. Mert ja, tudod skipelni. Aha. Ha másod nem, akkor falnak vered. Nem lesz nehéz egyébként. Tehát, hogy ha figyelj, ha szeretnél, lesz. Akkor még gyakoroljál. Hát mondjuk es, az vagy nem fogunk esőbe menni? Tehát fölösleges hát gyakorolni majdnem, hogy mert a pályát ismerem. Ha jó lehet. Meg utána még fel kell száradnia. Na jó. Nagyjából 20-30 perc fog elmenni még abból az időmérőből, hogy a pálya normalizálódik. Ja, ilyenkor nem tudsz boxba izélni, vagy megnéznéd a gumikat, hogy esős, hogy áll. Hát nem. Gyere, Stroll, gyere. Versenyezzünk, köcsög. Itt be lehetne, fúha. Igen, ott esetleg be lehet. Welcome to Monaco. Júj! Stroll, menj előlem. Neked csúszok. Jó, ez Feri, így legalább tudok nézni. Fia, addig megyek, amíg össze nem török. Jó. Próbálj összeveszett tempókat autózni. Ez
Stay behind the barrier. Megelőztem! Megelőztem! Elpusztítottad. Leviszem a táblákat is. Jó, mert itt nem számít az első szám, mi is lassúkat megyünk. Ennyi. Mert már letörted? Ja, látom. Aha, jobb első. Húha, mintha kikapcsolt volna izé. Tapadás. Aha. Spektátor menü. Csak jön meg érted? DRS enabled. Tehát áll el az eső. Ez fasza egy nem gyors kanyar. Ez nem dodge-em. Persze, gyere még nekem! Te köcsök. Gondolom nem sokat tapad a gumi benned alagútba. Hát amúgy elég gázos. Hát visszajött az első szárnyam. Mert hogy így megjelent. Lol, kajak. Zöld lett a szárnyam. Megjavították a szárnyadat. Megjavították. Lolololol. Na ez kérem szépen a gyors csere. Verség közben is így kéne. Ezt valahol kifutottak, lekapták másik kanyarba visszarögtek. Lehet, hogy közel mentél a box utcához. hogy azt hitte, hogy bementél. Bliát jön mögötted. Bliát. The track will be drying. Fasza. Most akkor meg ezért csúszkálok, mert már száraz a pálya. Vagy szárad. Még amúgy süt ki a nap. Ajjaj. Akkor majdnem volt egy izé. Felvettem egy javítóperket. És a következő kanyarba Feri felvesz egy bombaperket, amit ráküldik Bliátra maga mögött. Ez jó fos kanyar, itt meg lehet állni majdnem, azt föltorlaszolni a sort. És nem szól érte senki, már egy lassú szar kanyar. Hát ja. Gyere Bliát. Faszán lehet kigyorsi. Én nem! Persze még gyere nekem hátulról, te köcsög! Letört a szárnya. Fasza ez a száraz kanyar, vagy mi izé. Jó van, ennyi az esős guminak amúgy, ez már nem játszik. Persze! Hallod, tocsa vezünk ezen a kis szarpályán. Hogy rakja a seggét? Hoppá! Ó, Feri, tolass be! Ó, kizárnak a világból. Na, az igaz. Gumi pont egész a működés lehet. Hogy néz ki ez az autó? És elállt, érted? Már száraz a pálya. Fasza. Na jól sem cseréljé gumit, aztán zsa. Zsaki. Főcsaptam az izét, amúgy a piros ledet az asztal alatt, hogy érted, Ferrari az éna. Ó, oh. Ferit is lehet amúgy nézni. Még rattu nem látszik amúgy, de... Ja. Live-jában. Ja, már Nightbot adta is ki. Na, váltunk a gumáit. Hú, ha már 7 másodperccel jobb a izé. What? A ultra. Gyorsan szerez. Monakóba, úgy elpárolgott. Majdnem ugyanazt látjuk nála is, mint nála. Hát az igaz. De nem látjátok a kormány Dávidnál, nem? Ja, érted? Future. Meg Ferit is. Meg Chester-t is. Hát azt most nem. Ül a radiátor előtt. Még nedves pályázt látom.
Milyen? Nedves. Húzza a gumit maga után, csígot. 28-asba kijössz a boxból. Azt a... mocskos. Ott lefejeltem egy kicsit a izét, a belsőt. Hoppá, itt is. Fú, Dávid, ez versenyné. Teli tanka, jó, ide rossz lesz. Látszik a LED? Akkor jó. Lehet, hogy nem csak a streamolunk. Hát amúgy igen. Max átváltunk egy kis kodemvére, nem? Mi van? Há. Tényleg ezt a szombaton nyomjuk? Én felolom már. És akkor végig? Azt nem tudom, láttam. Közel volt. Hát a kópot folytatjuk, aztán elvileg 3 óra alatt befejezzük. Jó, hát akkor majd valamilyen 6-tól kéne. Miért előtte mi lesz? Hát előtte Honda Civic nézés Szegléden. Ja, akkor mentek. Papíron. Meg Mitsubishi Eclipse nézés Pesten valószínűleg. Oh. Szóval... erőteljes lesz. Az jó. Miért azt meg kiveszi Vivi? Hát. Vagy Danyó beruházik. Ennyire. Normális mennyiséggel kikezdeni. Milyen a pálya, Feri fasza? Hát... ugranál vele egy seggest? Hát ebben már igen. Hallod, jobb, mint tízé eső előtt. Az egyikből kikönyököl a hajtókar, akkor ott a másik. De jó gyors, balos, vagy mi ez? Hosszú sikán. Jó, hogy nincs a pályán valahogy fekvőrendőr, érted? Annyira városi. Hát ez itt fölér egy izével. Ó, standard fogyasztásban voltam. Jó, hú, láttam, hogy átkapcsolod, addig így mentél a fal felé. Igen. Kicsit pihen a motor. Mhm. 8000-es fordulaton. Felforr a víz. Alá kap a tojásnak. Én is üdvözlöm, Jenny. Kéne egy leggyorsabb kör pedigén. Köszi. 1.15-2-t kéne futnod. Mennyit? Annyi. Ez nagyon jó, az a gyors kanyar itt. Mondjuk hát ez majdnem egyenes, szóval. Ja. Jaj! Á! Mondjuk még így is 2 másodperc pluszba vagyok, vagy mínuszba, vagy mi az. 14. vagy figyelj, 12. Hoppá, még 2,8-ot kellene hoznod. Letörd a szárnyam. Majd akkor hello. Jó, hogy ezt ilyen gyorsan is be lehetett venni. Az már szar. Nem tudom, hogy 16-ban valahogy jobban lehetett érezni Spy-et. Te Jenny, együtt vagytok, vagy mi? Mert múltkor is. Te csak beszélgettek? Mert hogy... 18-ban meg úgy lehettem eléggé patent. Hú, ha Feri, az érdekes végtávokat össze.
Ja igen, ez az most direkt jó. Hát nem Jani, mert az elején már azért volt száraz, de... Hát ez nem pálya. Érted? Ez nem. Egyszerűen... Annyira nincsen se ideális gumisív, se normális beton hőmérséklet, Hamilton semmi. Hamilton futja a gyors köröket. Ó, hogy rohadjon meg. Ez nagyon off ez a pálya így, ebben a formában. De pont annyira fogok először menni normálisan a pályán, mint most, mint a Cody. Egy másodpercet kukázott rá Hamilton Perezre, hallod? Az igen. Meg fogunk halni. Na most fölrakom az új zélágyakat. És még csak autóbeállításra tudok csinálni, hogy esetleg nagyobb tapadás. Jaj, baszki. Én lehet, hogy rakok rá egyet. Mit szólsz? Hát, itt azt hiszem, hogy nagy baj nem lett belőle. Hát itt nem. Nézd meg. Legalább jobbat fog érezni ott a egyenesben, amikor megyünk fölfel a hegyen. Ja. Leültetjük, érted? Az biztos. Nem marad alja a végére, amíg felérsz. Há. Mi most adtam neki ízét? A biztos. Monaco csak a múltja és a különlegessége miatt van az F1 naptárban. Nem kapna rá engedélyt. Wow. Hát igen. Ez inkább show, mint verseny. Csak ebben a fasz a showban lehet pontot veszíteni, ami nem jó. Hát igen. 14, de jó, mindenki kim van a pályán. Most jönnek be, gyereki. Útlapon van mindenki. Kakaó? Uh-huh. Azt hiszem, én azt hittem. Rám beszélték a pékségben. Jó kakaót a kalácshoz, és... Most, hogy hadd, majdnem megint letörtöm a szárnyom. Vigyázz Okon és Bottas mögötted. Látom. Én gyorsabb vagyok, mint ők. Uh-huh. Ezért vagyok mögöttük a helyezésbe. Bottas második, Hamilton első. Oké, megérkeztünk. Feri meg utolsó mindjárt. Lassan. Csak 15. Itt úgy kell amúgy, hogy megyünk a bot után és nézzük, hogy ő milyen gyorsan megy a kanyarba, és akkor úgy tudunk mi is menni. Úgy ja, megyünk utána. Fékezni, ah, ugye, ja, aztán belépünk a fékezni kicsába. De hogy a Mercit is hogy tud ilyet menni, ez hihetetlen. Ez hihetetlen. Hú, milyen csattant! Meg vagyunk. Kellene egy ütköző a kocsi szélére. Jó. Ja. Eleve Dodge Jam kocsikkal menni, nem? Ez egy szarkanyar. Az. Jó, hogy Feri, jó vagy. Ne! Menj onnan! Bejöttek úgy a lábamhoz! Menj már ki! Hal... Jó, köszönjük. Fú, te! Elkezdett ott matatni a lábamnál a kutya, a pedálnál. Vagy ez versenynél az utolsó körben? Nem, akkor kicsukom. Ja. Most annyira nem számít azért, hagytam így. Taktik. Egy másodperce voltam nem maradva. Úristen. De egyszer lehagyom Okont egyszer, jön utánam egyszer. Kanyarokban rád esik nyilván. Jó, most távolodsz. Box diszlep, anyád. Ja, már kevés üzemanyagot raktam be, de jó. Palmer. Na.
Hello. Mi? Hát mi? What? Nem... Nem javítottál semmit ezzel a körrel? Hát ezek mennyit menne? Fejezd már be! Chester. Chester áll sem, mert hello, Szabi. Wow. Hallod? De most ki a tökömet ugatsz vajon? Hú, senki nincs itt. Fejezd be. Az jó, igen. Amikor lekocsod a hátuljával a falat. Formula Bence. Kész a követést. Az mi volt? Én nem tudom. Hallod? Szét kellett volna törni az autónak, úgy neki mentem, és semmi. Tehát, hogy mi szándról se egy darab. Nem tudom, nekem ilyen fura volt. Így egyszer csak megpördültél. Hát nekimentem, igen. Nekimentem a szélének. De semmi nem tört le róla az eléről. Lol. Pedig a szárnyal mentem neki konkrétan. Igen. Aha. Hello, Ricsi. Tegyél fel új szettet. Most raktam föl. Igen. Húha. Másik már 20%-os. És ki? 3 másodpercre vagy lemarad Hamiltontól? Valahol nem jó. Valahol nem nyom annyira szerintem, amennyire kéne. Hát igen. Hát na, féltem az autót. Valószínűleg sehol. Ónos eső a közeledben. Mi? Ja, hogy él, ja, azt hittem már múlva azért. Forma 1-ben. Azt kéne még. Na, viszont széjjel kéne nyomnod, mert... Hát igen. Pedig most van leszorító erőm, most... Na jó van. Nézzünk egy faszát. Üzemanyagot akartam belerakni. Ó, hogy azt a... Na, Feri. Na. Érezd a pályát. Ezek a huppanók, vagy mi ez? Ez... Melegítsd a gumit. Nem merek rajtuk gyorsítani. Melegítsd a gumit, érezd az aszfaltot. Okom, már megint te vagy mögöttem. És következő körben... És na. Nekem jön. Azt a büdös... Várd, van még eltávolodik. Mögötted üres. Rúg szét a ferkát a picsába. Az lesz. Itt át kéne vágni a sikánon. Hát. Valahogy. Itt is tű gázzal itt be lehet jönni. Ez az Feri versenytempó. Rich fogyasztás. Rúgd azt a szart, gyerünk! Akkor hagyd menjen. És most. Jó. Nem rep a Irving! Rics, úgy. Mehet! Kapjad! Tőfék, tőgáz! Csak az játszik. Azaz, érezz a gumi, hogy szereted. Nyomjad! Itt végig föl, amely piros nem lesz, ott belegurulsz. De még egy kicsit rá lehet rúgni a végét. Egy kicsit tudod át neki lépni. Oké, nagy fék. Jobbos. Gyabjad! Nagy fék, jobb kettő. Hú, az ilyen széles. Nagyon szűk. Nagyon szűk. Egy ugrás odáig. Vissza. Még egy ugrás odáig. Vissza. Gyabjad neki, gyabjad! Gyerünk! És fek! Azaz, vágjad le picsába, gyerünk, szűkkel, azaz, padlógaz, jobb jött! Nyomom.
Itt padló, 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 most vég. Szurd neki. Oké, nagy fék. Vett szűken. Minden előbb kigyorsítás, az lesz az, nagyon jó. Oké, és kigyorsítás, gyerünk, 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 gyerünk. Nagyon szép, nagyon szép, és ötödik hely. Ugyanaz az idő, mint nekem, hallott Feri? Ugyanaz. Igen. Ja, Feri, amikor megcsúszik az autó, akkor ordítanod kell, hogy ne vagyok buzi. És még egy másodpercre vagyunk a Mergától, érted? Jó volt a verseny, az semmi. Hát de, ott valami. Tehát ezen még hogy hozol más, egy retkes másodpercet? Én nem tudom amúgy. Tehát így is már csúsztam, úgy nyomtam neki. Jó, mondjuk ez a baj. Úgyhogy leszorító erőm vagyok. Az is lehet baj. Hát, nagyon szarul veszed. Túl nagyot fordulok. Igen. Box this lap. Ez shit. Azaz, 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 azaz. Ráéreztél? Hát igen. Azt mondja, box this, elfog, vagy nézzem anyag. Hello, Christian. Jó, hát igen. A Ferka ilyet megy. Érted, és Perez egyre van, és Bottas és Hamilton az egész mezőnyre a harmadikat egy szekkel rekteli. Egy szeket. De min ülnek? Aranyon? Én nem tudom. Én nem tudom, mivel tankolnak, vagy mit csinálnak. Jó, mondjuk, hogyha kevés benzin eljössz, akkor talán, de... Hát 4 körre elegendő üzemanyag jöttem. És ez mire lementem egy kört, már lement 3-ra. Ment a felvezetőt, amíg... Wow. 4 körre elegendő üzemanyaggal jön ki, Feri. És meglepő módon... Mire lemegy egy kört, az 3 marad. Csak 3-at bír. Nagyon szar hideg az aszfalt. A legrosszabb helyen engedi el amúgy a pit assist az autót. Igen. Vagy mi a bánata. Akkor még kanyarodik az autó. Úgy teszek, mintha én vezetnék. Ez fék. Jó, várj, még most jöttem ki. Ez nyomj, Feri. Legalább addig gyakorlok így. Hoppa. Megkentem a belső falat. Aj, de szar. Hello, Dávid, 16. Jó, sem vissza kell szedni. Fél idényt így zétem le. Néztelek. És kérdez, azaz gyorsan vissza kell, meg kell fogni az autót. Na, rárakjuk Richre. Jaj, ott van, jó. Oké, és küldjed. Ad neki hamar a fokozatokat, hogy betapadjam. Uha. Hú, az szar volt. Én csak a gázt nyomom felé, nem tudom, mit szaragodsz. De...
Jó. Itt nagy fokozatba kell lenni, hogy el tud padlózni neki. Kicsit későn váltasz egyébként. Én előbb váltanám el. Az az. Szerintem kihúzatni a picsába. Húha. Nem mondsz, hogy nem voltál. Hát, már rossz szívről. 18-ba 1.08 az időd. Annyit gyorsítan rajta a... Mi? A rózsaszín gumi. A hiperlány. Júj. Hát most nem volt szar. Ez most jó volt, javítottam is. Hú, de szar, hogy ott megdobja az autót. Igen. Mindenhol megdobja. Harmadik hely, Feri. Na. Sikennel jót hoztál. Aha. Még kicsit le tudnád egyenesíteni. Figyelj, győzni jöttünk, de a 3-4 is jó lesz. Jó. Húha. Érdekes ívet választottál. Jó, próbáld meg itt nagyon, aha. Későn kell... Jó, igen, most ezt elképp fékezted, de itt minél előbb kell elkezdeni kanyarodni. Mind a kettő irányba. De rohadt jó lehet mindig felépíteni ezt a pályát minden évben. Ja. Stabilabbak és gyorsabbak is a 18-as autók. Amúgy igen, ezt nagyon néztem, hogy annyira máshogy mennek. Nagyon jól sikerültek a 18-as autók, így külső szemlélőként. Ezek a 17-esek nagyon mennek. Nagyon fürgék, nagyon ugrálósak, de valahogy sokszor, sok pályán nem érzem úgy, hogy igazán együtt élne pályával. Két tizede. Én 16-ban úgy emlékszem, hogy jobban éreztem ezt a pályát, mint most. 16-os autókkal. Igen. Ez a gond, hogy... Fasza. Ha hamar kezdesz el, ne? Fuck. Ha rosszabb, Lex. Még ezt is itt, igen. És le is kell, csak az a baj, hogy szar, megdobja az a mocsok. Az igen. Ónos eső közelben, nekem is jelzett. Na. Csidőké. Mi van, éhes vagy? Itt néz.
Mikor nem éhes. Hát. Aj, az egész nap enne te. Érted, megvacsorázott, vagy evett, utána adunk a Mirának, hallod, menne oda. Menné meg. Milyen kormányzási szöggel játszok? 200 nagyjából? 220. 220. Kicsit többel kéne, de igazából nekem így kényelmes. Ja. Ja, mert ők. Hát meddig fordítják? Lefele áll a kormány, ugye? Autófüggő. Tehát 108, vagy üzébe. Autófüggő amúgy. Uh-huh. Hát 360 körül, ja. 300 körül. Ja, igen, 360. De mivel én ideig is lusta vagyok, behajítanak azon, azért nem fog még ideig. Ja. Tehát... Na fölrakom a pirosat, megnézzük, mit tud. 220 is bőven elég. Itt fogunk pirossal menni? Hát csak a lila, nem? Mondjuk kell másik szett, szóval... Hát igen. Ez kell. Kicsit ötte napotyka. Ja, rohadjon meg. Igen, Vence, ez megvan. De a mergák még mindig. Kormánybejt... alapbejtásokon... Micsoda? Játékon belül... Minden bejtásom... Minden alapbejtásom van kormánybejtásban. Ja. Ja. Csak azért bejtottunk ugye a Logitech profilerbe. 220-ra. Mondjuk nekem rohadtul nem működik, tehát hiába állítom 900-ra, nem az 900. Neked a force feedback az gyengébbre van állítva. Ja, nekem nem akar leszakadni az asztalról. Nekem igen. Akkor érzem a terepet. Oho. Gyerünk fel, rúgszét. Hát piros gumin, mondjuk jobb időt mutatott, de... Uh-huh. Hirtelen megállt bennem az ütő. Hmm. Te mit zabálsz már megint? Nem. Te szotyizol? Nem. Mint a izé. Az idősek, vagy mi a nyugdíjasok a foci meccsen. Kijárnak szotyizni. Jaj. Berebek. Jó, én is szotyiznék mondjuk. Nem tudom, hogy a versenytempóban meg lesznek a mergások. Hát én nem tudom. Ez a napsütés, ez kurva jó. Hát ezt a harmadik időt meg kéne futni időmérőn is. Az nem lesz gond. Jó lesz a pálya. Igen. Fékeztem, vagy mi? Nem engedtem fel a féket kanyarodás közben. Oszt nincs izé benne ABS. Kicsit meg... izét volna. Segített volna kanyarodni. Hát rip, jobb a első szárny. Már rip, game. Próbáld ki 200-on, jaj. Mennyi játszik? 300-an.
és nem adja. Nem tudom, azt mondta, kipróbálja. Itt mennyire lehet levágni szerinted a kanyar? Húha! Okay. Ez már sok volt! Én nem csináltam semmit, eskü. Hát igen, Matt, itt a kiállásokon fog múlni. Tehát itt csak ott lehet előzni. Amikor kiáll valaki. Itt, nem tudom, ez lehetséges egy kiállással megcsinálni ezt a versenyt. Megnőri. Hát hány körös lesz? Nem tudom, hány körös lesz. 50? Akkor kvalifikáljam magamat egy izével, egy lassabb... 73 körös. Jó, mondjuk egy perces pálya. Kvalifikáljam magamat egy lassabb gumival, és menjek arra. Hát én nem tudom. Hát én lilán akarok indulni. Én csak spectatorok? Hát igen. Leesett egy kis eső. Rögtön odaver Dávidnak. Na, mennyi ki innen? Ne rakd ide a játékodat a lábamra, mert éppen játszok. Ha, innen. De vele játszál. Hát igen. Hát figyelj. Hány kört mentem ez a szarra? Miért nem írja? Mennyit kopnak? Mi? Végül is te meg gumijevős pályam. 17 és 19%-on van mind a két ultralight, de nem írja, hogy hány kört mentem arra. Szóval írja. Ja, ott van, hogy mennyit bír. Elvileg 42-t bír a lila. Mi? 42 kört? Az már 100%-ig kopik. Tehát akkor legyen fele. Aha, ott van. 9 kört mentem vele, mert 42 kört ír, és 31 kör maradt. Mi? 9 kört mentél vele, és mennyire kopott? 20%-ra. Wow. Akkor igen, akkor 20-at bír ki, mert akkor a 40 a 100%, és akkor 20 a fele az 50, és akkor az úgy kijön. Tehát akkor 20 kört megyünk el vele körülbelül. Tehát egyen nem lehet megcsinálni. Hát 73, 78 körös, már azt mondjam, mert... Kettő pirossal... Hát kettő pirossal, egy piros bír 60-at, azt írja. Akkor az legyen 30. Na. Ja. Kettő sárgával. Hát... Köszi. Nincs is két sárgánk versenyre. Ja, de mondjuk innen be tudják vinni. Gyere ki! Viki alapján 78. Most melyik gumival menjek, azt sem tudom. Hú, az a piros, megnézzük. Még. Nem hiszem, hogy nagyon célravezető lenne, mert egyszerűen a lassabb gumikon meg annyira lassok lennének, lennének a kanyarba, hogy veszítenénk 20 másodpercet összesen. Vagy nem. Ki tudja. Mert ezt így két sárgával tudom elképzelni. Vagy egy piros, egy sárga. Esetleg úgy. Hát, de az a baj, hogy a lila kéne. Hát igen. Mert ők lehet, hogy mondjuk lilá jönnek csak, és akkor többször állnak ki. Mi viszont lehet, hogy annyit bukunk a keményebb üzével, keverékkel, hogy nem lesz jó. Hűha. Jó kérdés, jó kérdés. Kodi, azt hiszem negyedik a világbajnoki pontversenyben. Vagy ötödik. Én. Ja. Múltkori verseny után nem visszább estem. De én na 5-6-ig. Bocs. Annyival nem. Hát nem tudom. Ezért kéne Forma 1-et néznünk amúgy.
Látjuk, hogy ki hogy megy. Ilyen szettekkel. Hát ez más, mint itt. Uha. Ott beköszöntem majdnem az ablakon. A piros-sárga versenyen az szerintetek működne? És jó lenne? Cset. Inkább lilázzunk a rákba. Lila-lila, piros mondjuk. Hát az úgy jó lehet. Verlen, menj már innen. Itt lehet előzni? Egy szuper, egy lila. Hú, itt lehet előzni, Dávid. Mondjuk warning nem volt, hogy leváltam egy kicsit. Nem kaptam büntit, de warning volt, hogy... Egy szuper, egy lila nem bírná ki. Illetve... De amúgy lehet, hogy kibírná, hogyha nagyon vigyázzánk a gumikra. Hát vagy attól függ, kezdem piroson. Ha nagyon éli, akkor lilát rakok fel utána, hogyha meg gyorsan rottyom van, akkor egy sárgát. Mondjuk a sárga meg piros az már túl sok. Ha sárgáról van szó, akkor kell egy lila, akkor sárga lila. Csak piros-piros nem tudom, hogy megy-e. Tehát, hogy van ugye kötelező gumi... Tehát egy gumit váltani kötelező. Meg ilyenek. Szóval piros-piros az, hogy nem játszik. Nem. Max tényleg a lila-piros. Akkor lilán elindulunk. Megnézzük, meddig bírja a lila. És ha esetleg kibírja odáig, akkor rádurrantok egy sárgát, és akkor azzal leviszem. Mondjuk a... Nem lesz túl balanszolt. Ha meg esetleg a lila valami csoda folytat, nagyon sokáig bírná, akkor ráveretek egy pirosat, és akkor jó. Nagyon-nagyon-nagyon kell figyelni a gumikra. Nagyon. Meg a falra. Az biztos. Mert ha ez így bejön és tudok normális időket autózni ezeken a gumikon, egy ilyen 90%-os teljesítménnyel, akkor meg lehet a merga ezzel. De lehet, hogy amúgy is meg lenne. I don't know. 3/10-et javítottam. Anyád. Mennyire vagyok tőlük? Úristen, Feri, mit mentél, baszki? Most 3/10-et javítottam. 3/10 Hamilton, 1/10 Bottas. Az igen. Most letört az első szárnyom, szóval. Hogy mentél én kert? Nem tudom. Folyamatos izébe voltam zöld időbe. Lalalalalalalal. Hát ilyeneket nem szabad fékezni, és akkor... Hát, ja. És akkor jó lesz. Lehet, hogy nem kell visszaváltani négybe. Nem szóltam. Vissza kell. Lehet, hogyha meg hoznám a izét.
lila-lila pirost, akkor meg szíjjel nyomnám a mergát, mert olyanokat tudnék futni. A többi pályán összesen 300 km-t kell menni, azzal kivétel Monaco, hogy csak 260-at kell. Tehát kisebb a versenytáv, tehát van nagyon lassúak a kanyarok, és ugye ott... Uh-huh. Jó vagyok egyébként, ez meg kérdés előtt, hogy mi koptatja igazán a gumit? A gyors kanyar? Végül is igen. Minél gyorsabban kell bevenni egy kanyart, annál jobban koptatja a gumit. És ugye minél... Hát, de... Igen, de mondjuk nem mindegy, milyen a szöge például annak a kanyarnak. Mert azért lassú kanyar is lehet gyilkos. Nem tudom, nem vagyok gumiszakértő. Mennyi feketével. Fú, de ott voltam mellettük. A másik szektorban egy legjobbat, Hamilton. Ott vagyok nagyon lemaradva. Maga az elsőben. Hol hoztál rajta? A harmadik szektorunk az majdnem ugyanannyi. Mind az első, a Bottas és meg Hamiltonnal is. Mhm. És az első kettőben még az jobbak. Az első szektorban 0,2-del van előttem Hamilton, másodikban 1-jel. Az első szektoron szerintem úgy tudnál javítani, hogyha az egyes kanyart minden jobban bevernéd. Aha. Ott most javítottam az előbb, amikor gyorskört mentem. Ott már vagy 0,3-et. Szétem. Minusban mentem. A második szektorban meg... Ott sikám. Kezd elfogyni a gumim, Dávid. Hát igen. Illetve... Hát még van egy lágy, ja nem, még van. Ja, hát még van. Hol még 9%-os a izé 8 kör után a piros. Lol. 8 kör után akkor 9%? Akkor 10 kör legyen 10%. 10 kör 10%, akkor 50% 50 kör a piroson. És 60 a tír összesen. Lol. Akkor egy lila-piros beválhat. Hát akár. És ezen futottam a gyors időmen. Tehát nem rossz. Jó, mondjuk lilával. Gyerekek! Jobban ment volna ugyanaz a kör. Hát, na igaz. Ja, hogy nem lilával futottad. Hát akkor az meg lett volna. Mm-hmm. Hogyha lilám vagy. Mentesz, hogy egy jó lilám vagy. Nem egy meggyepálton. Lila-piros simán. Jó. Akkor egy kiállás. Még lehet, hogy ezt most megfejtettük, ezt a világnak kérdését, aztán alapból ezt a jelenjel játék, és alapból mindenki így fog menni. Szóval... Hát ebben... Fastest lap overall. 1.14.1, Dávid. 1.14.1 a leggyorsabb körzön a pályán. Mennyit ment Hamilton? 1.14.1-et. Ja, hogy akkor az ő? Ja. Az hittem így izébe. De Bottas jövődött, ja. Kicsit. Best lap. Az igen, el is ment az adás itt a izébe. Az utolsó kanyart kéne, hogy normálisan.
Itt nem szabad ide menni a legszélére, mert ott nagyon nagyot dob. Ahol a rázókkő van bal oldalt. Ott megdobja az autót úgy, mint az állat. Jó, első kanyar volt. Ó, hogy anyátok! Azt! Hűha! Gondoltam, hogy megállott jobb oldalt, erre behúzz el. Tunnelbe ír, sincs jel. Annyira lefogja. Ez kis szar. Ilyen első világháborús tunnel. Azt mi van abban, izé? Alumínium fólia tetején? Hogy nem megy be a jel. Hát a metróban jobb a mobilneten Pesten, mint bárhol. Ide meg nem megy be. Azt nyitott. Félig. Oké, tökének mi nagyon csinálják, akkor autó is vele. Ez nagyon szép ez az AI. Ezek a manőverek, ez gyönyörű. Hát nem gondolt, hogy te is jössz. Mi? Nem gondolt, hogy te is jössz. Nem nézett a visszapillantóba. Nem. Mi se szoktunk, de... Hát igen, Matt, csak hát nem akarunk háromszor kiállni. Mondjuk szerintem úgyis fogunk, de... Na igen, azt még ne is beszéljünk róla, hogyha a szárnyát törünk. És itt még a lekörözötteket is megelőzni. Ija, ezek hol fognak elengedni? Úgy most, mint ahogy a izé csináltam. Az szép lesz. Mondjuk ott a kis egyes kanyarokból ki lehet menni a szélére. Ja. Úgy körbeautózod. Jó. 10 perc. Hát kíváncsi leszek, Dávid, hogy mit mész így, hogy nem sokat mentél. Én is, figyelj, ahhoz képest jó időt mentél. Én nézlek, és elképzelem. Hát én először vagy 6 másodperce le voltam maradva hozzád képest. Jajó. Amíg még éltél. A gyakorlás. Hát jó. Itt hogy lehet gumit melegíteni? Ezen a szar úton. Főfele. Itt már attól meleg, ha kijössz az útra. Például itt elengedhetnek az aik. Ja. Esetleg. Meg itt. Ez a legtágabb rész a pályán. Hát meg mondjuk itt is el. Ja. Oh! Olli Molli! Köszönöm szépen a Twitch Prime-ot, Szabi! Köszönöm a Twitch Prime feliratkozásodat! Ha már éppen nem vagyok túl nagy része a versenynek, de... Igyekszek majd az lenni. Igyekszek majd az lenni. Köszönöm szépen! Egyébként ismerős a neved. Te már nyomtad volna el itt a Twitch Prime-ot. Azt nem írja Rissabnak, ugye? Vagy írja? De írja Rissabnak, hogyha időn belül hosszabbítod meg. Milyen alert volt? Shroud? Mit tudom, hallottad? Nem. Én már rászoktam, hogy OBS-ből raktam az alerteket. De akkor duplán hallatszik. De én ott lenémítottam azt a audio streamer gépet. Ott majdnem, hogy nincs semmi. Ja, az jó. Mert mi legyen, hogyha nálam jön. Úgy értem, hogy már Like Be Like zene volt.
egy helyettes Raut-féle Twitch Prime üvöltés. Marci még soha. Illetve talán egy pár pályát megcsináltam, nem is tudom. Na, akkor most működött végre? Mi? Kage legutóbb Twitch Prime-el iratkozott fel, ha jól tudom, hogy valaki, nem tudom, most írtam. És akkor még Malaybe like volt, pedig a izé van beállítva. Subscribe, Twitch Prime! Tipi streambe. Aha. Hát az úgy hülye, hogy van. Az úgy hülye. Mikor mi? Ja. Uha. Nem is értem. Ez így maximum... Na, igen, Kage, és neked Malaybe like volt, emlékszem. Na mindegy, whatever. És... vagy mondjuk lehet a Rissabnál. Aha. Az lehet, hogy az már Rissab. És a Rissabnál viszont Malaybe like van. Igen. Szóval igen, maximum egy pár pályát nyomtam a Lego Indiana Jones-szal. Nem láttam az Indiana Jones filmeket, ez a helyzet. És most szerettem volna bepótolni, szeretném bepótolni őket. Nem tudom, mennyi van amúgy belőlük. És hogyha ez sikerül, akkor mindenképpen megnézem a játékot is hozzá. Mi az a hegy ott előttem? Most nézem. Ja, amúgy. Ilyen hegy van itt Monakóban. Nagyon nagy es dimbes dombos. Jó, mondjuk azt észrevettem. Na jó. Ez a Szabi meg is indított a napi célunkat. Ha nyerek, akkor a napi célja már fixen 3x2 lesz. És akkor nagyon megkezelítjük a 3x3-at is. Csak az nyerni kell. Fuck. Na igen. Öt darab van. De hogy neked nem törik ki? Én nem tudom, mi volt a baj, pedig fékeztem. Elkezdett izé. Érted? Egy majd, hogy nem ugyanilyet vittem neki a falnak. Szarra egyepálod az autót. Amúgy kell, hogy dodgemeztünk itt. Húha! Ilyen szar a féktáv. Te miket csinálsz? Hány fokosak a gumik? Mit tudom én... 120. Az jó, optimális. Nem versenygumi úgyse. Nem, hát le van szarva, érted? Fék az 1000, átlépte az 1000-et. A gumi az csak 100-on maradt. Nem nagyon pörgött ki akkor. Húha, egy kicsit elment a fék. Azt mondod? Nem úgy akar fogni. Gyere Vándor, úgy sérlek utol, mert nincs szárnyam. És alig bírok kanyarodni. Ha. Nem, hogy jó volt az éve a kanyarnak, tetszett. Az jó volt, mert nem tudtam bekanyarodni, és egyenes egyet átmenni. Érted? Farról pattog a gyereket! Semmi baj az első szárnyának. Jaj, Feri. 3 perc. 4. És jöhet az időmérő. Ahol ismét összetörhetem az autót. Kippeljük át, Dávid. Mit ülünk itt? Mit? A 4 percet? Tényleg most már nem bírod tovább? Hát, rohadjál meg. Hát, ami nem tudom, hát ha tudod skippelnek, hogy nyomjad. Mi? De, ha tudod skippelnek, hogy nyomjad, de én már megvárom mennyi egy kört, vagy egy kettő kört addig. Az hogy skippeljem? Mit tudom én?
Hú, várjál, nem ezen a gumin kéne, aló. Adjatok már mást. Mennyi ki, két kör belefér, az kész. Csak hozzá elég benzint, annyi kör. Van. Na, akkor mi majd nézzük az Indiana Jones-okat. Most ebben nem terveztem egy LEGO game-be beleállni. Ó, most nézem, Dani, jó, hogy nyitott, de úgy csak nem megy be a jel, mint egér a lyukba, amúgy dupla bevonat. Mi dupla betonvas falak vannak a tunnelnél? Az jó. Egy betonvas fal nem volt elég. Hamilton! Gyere vissza! Jó, hát egy rendes ház van ráépítve a tunnelre, mint gondoltam. Jó, mondjuk amúgy igen. Nem fúró, de hát itt fúróval egy hamar. Azt nem. Azt kaparhatod. Pontosan Marc, igen. A DCS-t sem nagyon értek. Hamilton ért egy sárgával, lightizik minden. Ráér. Ja. Ki a szét az élet? Rá már nyugdíjas. Valaki meg ne. De szar! Áh! Mondom, melyek egy gyors körzet, annak van mindegy. Mindegy, nyomj szét! Még pont belefér. De szar ez a kanyar, te! Az. Fél perc alatt beérek, hogy tudjak még menni egy kört? Nem. De ha nyomod neki, akkor hátra. A kurva! Csávelen! Azt hiszem, most már mondanom se kell. Most már nem. Feri diszkvalifikálva 3-2-1. Mi? Én nem. Feri 150 fokos a hátsó gumi. Mit gondoltál? Kajak 130. Hát ez az optimális, nem? Nyáron is annyi szokott lenni Opelon. Hát... Amíg kajak így jobban tapad, érted? Nézd meg! És nem törik! És nem törik! És nem törik! What? És ki... What? Diszkvalifikáltak. Terminal damage! A motor ment szí... Érted? Azt a tökömet! A cél és előtt! Érted? De Dávid, na! A tököm tele van, na! Feri harmadik helyre befutott, nagyon közel a mergákhoz, szép. Én meg hát volt egy 20 percem, talán, amíg megfutottam ezt az időt, annyira nem rossz. Jöhet az időmérő, gyerünk Feri. Nézzük! Gyerünk Feri. Toljuk. Felgumizott pálya, maxos fogyasztás, menni fog, mint az állat, érted? Csak ne törjünk, mert az gáz lesz, majd... Csak ne törjünk. Kereket. Igen. Hát én, igen, még nem nagyon mentem ezen a pályán, mondjuk azt. Olyan kemény kerekeid vannak, mint a tunnel falai. Paszki. Hát. Ó, hogy jó. Checks complete, we're running! Hát toljatok ki, srácok. Vagy mi.
A monitor az nem számít. Az nem. Hum vagy Dávid, előttem mész. Na, Dávid, ismered a pályát, már csak menni kell rajta. Majdnem átmentem a vonalon. Ez nem a célvonal. Hülkenberg. Sokkal jobb a pálya. Kis defpés hiányom van, mind nem is tudom. És most jön ki elém, érted? Azt a... mocskos. Amúgy most nekem is FPS leesett egy picit. Nem lenne 60-am. Nekem most 45. Most már 65. Stabil, mint a forint. Most itt el szeretnél engedni? Mi a? RTX kell hozzá. Azt a mocskos. Ez a stroll, ez mit trollkodott itt? Hello, megjöttem. Hello. Megint most jönnek ki. Dávid, ezt nem hiszem el. És nek... Dávid... Igen. Csak azt mondtam, hogy törtél. Ferenc. Ferenc, hol vagy? Vétel. Nem folytuk egy chestet, hogy mi? Mi történt? És komolyan kitörted? Komolyan kitörted? Igen. Miért? Féktávom, az első kanyarba. De miért? Hát igen. Elfékezted? Plusz még kijött elém az a szerencsé, és azt azzal volt már. Hát de az első kanyarban még nem jöhetnek ki eléd. De hogy már ott izé, jött ki a boxból. Hát de akkor most ő zavart meg, vagy nem ő zavart meg? Hát miatta mentél neki, vagy? Hát ne, hát elfékeztem. Aha. Baszki, kifolyott ez a szar. Egy-egy, Dávid. Ez mindenképpen egy-egy, csak azért a Q3-ban azért az gázabb. Igen. Vagy mi a Q1-ben azért az gázabb? Mert hogy ez egy 20. right pozíció lesz neked. Igen. Mert lássuk be, nem előnyös.
Hát, mert hogyha a bot hibája, akkor... Akkor... Indi... Akkor... Nem, még benn volt. Jézus Mária! Dávid! Hát szerintem félreálltam, de ne... Ki ment neked? Valami asszom a bliát. Hát én húzottam félre, hát ettől félrébb nem húzottam volna, jó mondjuk ki pont a... Ki is lett 10 éve diszkvalifikálva? Hát kitörte a kerekét. Miért nem button volt az, baszki. Amúgy kajak, hát akkor biztos nem indított. Hát akkor biztos nem. Na, de most, Feri, beszéljük már meg. Most, hogyha a igen. Bot miatt, tehát a bot nem, volt már megint fogyaték. Nem, ő még jött ki a boxból, csak én azzal voltam elfoglalva, hogy... De jó, hogy már megint előttem lesz. És ezért elfékezted. És azért... Igen. Tehát ő még jött a izébe. Most mit csináljunk, Feri? Nem tudom. Kiáratba. Elfelejtettem bemenni, mert veled beszélek. Azt nézem, hogy mit csinálsz, még futsz egy gyorskör. Rohadt! Ott volt a kiárat, én nem mentél be. Hát papíron nem kéne, Feri. Nem kéne resetelni. Félreállok, félreállok, félreállok. Menjél már! Menjél már! Beállt mögéd vonatozni! Tolasd be! Jaj, Alonso, hülye vagy! Ajaj, majdnem kitörtem a kerekemet, izé. Ugye pedig te lassan mész. Igen, de még ez is gyors ez a pályához, hülye. Hamilton, óvatos legyél. Bocs, de hát nem tudok hol menni, bocs. Bocs, oké, okay, jó, fuck. Elhagytál egy izét, valami lemez. Igen. Valami lemez. De akkor miért leszel láthatatlan, ez tök szar. Ja, hát Feri, ez... Ez nagyon tré. Ez az. Akkor most a másik oldalra állok ki. Tehát most először itt kell mennem. Hát kell mennem ide. Ugye? De most ez a be... Most itt melyik a jó ív? Mi a tököm van? Nem tudom, hogy hol van itt az ideális ív. Dávid, nem jön. Na, most jön. Oké. Mire kimondtam, addigra megjelen. Jaj! Túl gyorsan érkeztem bele a kanyarba. És leállna alattam az autó, mert annyira kifogy a benzin. Amúgy kajak, és diszkvalifikálnak. Ajaj, na most mit csináljak? Jó. Az a baj, az ideálisan voltam. Jó az. Feri, te hogy fogsz itt előzni? Én? 20-ról? Hát, igen. Figyelj, van rá sok köröd, és igazából a kiállási taktikánk jó lesz, akkor... De legalább azt a 15. helyet nem adják meg, amit most futottam. Azt hiszem, hogy nem. Faszom. Csak ha tovább jutottál volna Q-ba, akkor adják meg, ugye? Csá, kecske! Mizu. Hát menjél még, Dávid. Jó. Gyakorolja. Rám fér. Hát első vagyok egyenlőre, de a mergák még gondolom melegítik a motort. Ott Hamilton utolsó. Igen, gondolom még melegítik a motort. Futott egy 1.17. Igen. Megjött Hamilton, köszönjük szépen. Viszont látásra. Látom. De Bottas ment egy 1.17-es időt és bement a boxba. Tehát, hogy... Etett. Ki jött esősen? Etett. Amúgy most tényleg, tehát hogy Hamilton mit ment? Ja, hát ugyanazt, amit eddig. A középső és szektorban... És piros gumival van, Dávid. Hoztam rajta szépet. Első szektorban... Első szektorba veszítek nagyon sokat. Ó, az első kanyar, igen, az nagyon rossz lett. Hey ho! Minden rossz, ott mondod. Nem csak a boxba járat.
hogy tartja azt a gumimelegítőt. Kicsi bum, kicsi bum, kicsi bum, kicsi bum, kicsi bum, bum, yeah. Köszi kecske. Jó, hogy Hamilton ezt, aha, nézd meg Hamilton, mint futott, ugye nem látod pirosan. De, piros, azt mondtam, az örök. Ja. Kecske megtörte a csöndet. És ő nem vágja le az első kanyart, és lassabban megy, mint én az első kanyarban. És mégis jobb időt meg. Tehát gondolom, hogy a fönti részen, ugye ő neki jobbat megy az autója, mint egyenes szakasz. Már ha azt lehet annak hívni, de igazából, ha itt van egyenes szakasz, akkor az az egyik. A nem megy rá a rázókör az egyes visszafordítónál. Sőt, majdnem sehogy, sehol. Épp, hogy érintőre veszi. Hármat... Aha. Nagyon ijesztő ez a hátsó egyenes. Hallod? A sikánt, azt tudod, hogy vette be a alagút után? Igen. Hármasba kanyarodott be balra. Tehát hármasba húzta be, és utána váltott le kettőbe. Én meg egyből úgy váltok, hogy le kettőre. Fékezésnél. Mm-hmm. Viszont háromba rakta, és... Na ki is el. És megint egy szar egyes kanyart látott, hogy nagyon szép. Itt kiment jobbra. Itt, mert itt van egy hupli. Igen. Látod? És ő kikerülte. Igen, a szervek is szoktak kerülni. Azt néztem az előbb. Bazeg. Hát igen, ő ötszer se fékezte el magát. Jó, hát ez egy elég jó otvarage rész volt. Én nem értem, tehát full nyugodtan végment a pályán, érted? Rázókövet se érintett, mi meg levágjuk, meg nyomjuk, mint az állat, és semmi. Igen. Mondjuk, ahogy nézem, hallod, ő még lilába se ért. Mi meg folyton tiltásba nyomjuk. Most te is, ahogy nézem. Igen. Neki egyszer nem ment lilába. Nagyon hamar elvált. Jó, hát bot, na. De akkor is. Úristen, az egyes kanyar az nagyon szar. Mhm. Baszki, rükvercbe leraktam, atya úristen! Hogy? Nem tudom, de nagyon nem érzem fokozatokat, mert olyan keveset mentem a pályán. Fuck! Ilyen nehéz, nem szoktam, csak hallgatom. De hát ez annyira lassú, hogy egyszerűen... Nincs mit hallgatni, baszki. Na, be kell jönnöm tankolni. Jó, nem, hogy értem, hogy mi kellene még ide. Jó legyen. Hello, Marci. Mennyi idő van még? Ez még 3 per. Jó van. Ez nem sok. Mindenki jön be. Akkor jó, én megyek ki. Hamilton most jön ki. Nem, ez ki volt? Bottas. Még úgy is meg fog engem futni. Ez az eléggé tréde. Bottas jön ki, pirossal. Hát akkor Rip Darwin. Ezt is megnézem. 2-2-18. Hát sem már kamerát. Kösz. Car ready to leave.
osztalót, hogy keresztbe fordítja a kormányt. Jajjön. Visszafordítónál keresztbe van a keze. Teljesen. Annyit fordul még. De kár, nem látom az ideális ívet, hogy hol fékez. Azt kéne még. Nem tudom, hogy ez a hupli kikerülés, ez olyan időben jó, plusz vagy mínusz. Hát... Fia, ha már a botot megy, akkor nem biztos, hogy olyan rossz. Ja. Mert ilyen el kikerülik, hogy ne dobja meg őket, illetve hogy az autó tóvját, de... Holott Bottas úgy nekiverte a falnak az első kanyarba. Igen. Szerintem letört a... Tört neki a szárnya, mi a fos? Azt nem mondta, hogy nem bír majd jó kört futni, és azért az utolsó erre fog indulni. Amúgy de valami tizenvalahanyadik, nem? Akkor nem kell, igen, utolsó. Akkor nem fog bekerülni izébe. Igen. 19. 19. Másfél perce van, nem még egy kört tuti fog menni, vagyis tud. Hát igen, törött szárnya. Hát, de be fog kerülni. Grosjean föltartja, mi a fos? A sikánba próbál bemenni mellé, és a sikánban előzött Bottas. Érted? Azt rohadt. Az kis 10 FPS-en van. Na nézzük Bottas, mit megy törött szárnya. De dobálja a hupli. Ujj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 
Egy picit kerülik ki csak amúgy, nem megy le nagyon azt. De a hanyadik lett? A Amíg utolsó. Ja, semmi. Most megy utolsó kört. Most viszi az utolsót? Volt, eltűnt nekem húd. Mert beértem. Hú, ha nem kerülne be Bottas, de... És nem került be. Nem került be. Nem került be. Úristen! Hol van? Bottas ott van, utolsó előtti helyen. 19. helyről fog rajtolni. Köcs! Kviat meg nem is ment időt, az fasza. De adnám, hogyha még be is aprítanák. Ha majd én. Jövök hátulról neki. Újsél leszek az utolsó. Wow! No, erre nem számítottam. Végre egyszer a mergás elcseszte. Végre egyszer. Szépen neki vágtam. Nem, onnan nem hozhatja föl. Nem hozhatja föl. Ezen a pályán meg főleg. Érted, más pályán azt mondom, de itt nem lehetetlen. Ha ezt felhozza a dobogóra, akkor én komolyan mondom, letörlöm a játékot, és elmegyek gokártozni. Hogy is volt az a dodge-emezés? Hogy még te felhozod, az egy dolog. Mert te be tudod szúrni a... Tehát, hogy érted. Hát én igen, én azt csak, amit akarok. Ja, de ő bot is nem fogja ezt tudni, nem. Jobb esetben még le is törik majd a szárnya, amikor nagyon lassúakat előzgeti. És akkor teljesen rip lesz a csávó. De még ki tudja, mi lesz a rajta. Az utolsó körbe kijönni. Az utolsó 3 percben. Hát igen. Még úgy lightozott, meg minden, érted? És te ne elcseszte. Ez Q2, ez a rajtos gumi? Oké. Okay. És ne fékezz kockásra. Hát, jó. Az előbb csak a jobb kerék.
az csúszott, az állt meg, a másik gurult. Hát igen, Feri, ezek a... ezek a differenciál művek így működnek. Húha! Rükkverc a rohadt... Hogy tudod addig lerakni? Azért, mert már kettesbe megyek, és egyszerűen nem hiszem el, hogy egy pályán lehet ilyen lassan menni. Jó. De mindig ránézek, hagyarul vagyok. Hát én nem látom a kormánytól. Számolgasd. A pöcsem számolja. Jegyezz meg, mindig hanyadikba vagy. Miért nem húzott fent a monitor? Mert ott rohadjon meg. Büdös picsába. Na, harmadik hely. Mert még csak hárman mentek időt. Tudom. Most már négyen, most már ötön? Hát amúgy adná, Dani. Adná. Mondjad, kecske. Azaz. Nem köszönte meg a gumi, de... meg vagyunk. Mindjárt megyek. Tényleg Dávid. Ki kéne menni az ére? Forma 1-re. Aha. Idén. Egy napra 40 ezer forint érted. Hát. Az még ülőhelyes sincs. Igen. A parkolóba beállhatsz. És hallgathatod. Kérek Alonso-ja. Ugye, írunk egy e-mailt az FAI-nek, vagy ki a tököm. Aha, hello, szoktuk játszani a játékkal. Ja. Az nem fia, vagy mi a tököm. De azért mondom FAI. Ó. Oh. Angolosan. Értem. Mindjárt jövök. Perez mi a... Ricardo lenyomott engem. Hogy mi... Na most ebből mi lesz, more? Baj lesz. Az igen. Ha ő most elkaszálta volna a jobb elejét. Akkor a hello. Ricardo nem tudom mit ment, de nagyon, nagyon tudja a srác. Egy 14-3, egy szeket kaptam tőle. Vagy egy 15. És majd még jó Hamilton, ő. Nem tudom, hogy mennek ezek ilyet.
Ők például úgy, hogy nem lagul a forma egyik. Na, én kipróbálok valamit. Hát, hogy kevésbé fogok laggolni. Még lehet, hogy nektek fog laggolni majd a box utca miatt. Na! Mi van, Dávid? Semmi, próbálok FPS-t. Nem jutom, megfutotta, az igen. Látod mennyit, mert nem jutom? Nem szeretném. Akkor jó, csak ebben ment egy 13 alá. Vagy mi egy 14 alá. Akkor jó, segítség. Hol? De ez nem emberi. Ja, a fett főrök tali lát, hát igen. Tényleg sötétre gomb. De menő. Éjszaka lesz a futam? Várjál már. Nem. Azt... De még Ricardo-tól is kaptam az első szektorba. Mit csinálok az első szektorba? Mi a baj az első szektoromban? Széjjel nyomom, az első kanyarom ennyire szar. Nincs a világom. Az a baj, nem kéne felrekni másik szettet, mert... Mondjuk ezt a másik. Na, azt a papucsot nem kéne. Mert az már arra még szükségem lesz. Jaj, mindenből egy van. Mégis ezzel ki lehet menni bóckodni. És mikor kapcsolják fel a világítás, mi lesz itt? Most soha nem látok, srácok. Ja, hogy csak... mint csak a Ferrari box állásában van Mordor. Hát jó. Haló. Pedig csak a mi boxálásunkban van Mordor, amúgy nem is sötétedik. What? Majd hát de amúgy sötétedik, de nagyon picit, nem annyira, hát mint látszik. Amennyire bentről látszódott. Ja. Miért Dávidnál van a rendes csatorna? Az mit jelenti rendes? Ez a rendes, így ahogy van, ez a kettő. Most már... Ez így van. Nem, vagy a Dávid is rendes, meg ez is rendes. Mind a kettő rendes lett. Nem vagyunk rendetlenek. Így van. Igen, Ricsi, megint kiestem. Hát szokásos. De a Kodinál lenne a rendes csatorna, akkor felmerülne a kérdés, hogy miért Kodinál van a rendes csatorna. Hát igen. Vagyis az idézőjeles rendes csatorna. Mert Dávid is rendes csatorna lenne. Mindig lehet felrendni kérdéseket. Ez már nem a börtön. Csak volt. Már nem. Jó, mondjuk itt is kiengedtük a foglyokat. És hogy mondjam... Az elítélteket. Szabad lábra helyeztük őket. Miért azt a papucsot rágod, aminek már minden? Hát, mert ez már nem kihívás. Hát igen. Apám egyetlen papucsért 15 éve megvan, vagy nem tudom mennyi. Azt... Rip. Családi gyerekje. Hát... $100 izé... gumipapucs vagy mi a tököm. Az a terep funkciós? Na, mi? Az a terep funkciós? Az a fekete. Akkor hátra hajtod a kis pántot, ami megfogja a sarkadat, és akkor utána terepen is megy.
nem esik le. Berakott felezőbe, azt úgy megy fel a hegyen. És kínai papucs. És akkor én felteszem a jó kérdést, miért van bárkinél is rendet a csatornézőjel? Hát igen. Hát igen. Tehát törölni kellett volna a rendes csatornát. Igen. Mondtam, Dávid. Elvégre. Az egészet rosszul olvastam fel. Mi? Miért van bárkinél is a rendetlen csatorna idézője nélkül? What? Mi? Na várjál már, nem mindegy, hova rakod a vesszőt. Mondjuk nincs benne vessző. Azért, érde. Miért van bárkinél is a rendetlen csatorna idézője nélkül? Ja, most fogalmam sincs, kinek a papucsát loptál. Ez ilyen, csak úgy van papucs, nem tudom ki. Csak úgy van a papucs. Meg van egy csak úgy nem papucs. Igen. Vagy mi. Jó van. Várom, be kell őket pusztítani, és akkor... Vagyis rendes. Mennyivel mások a izék, az autóknak a formája? Jaja. Így ha megnézem a izét, az elejét. Betoltak is Mordor. Miért olyan sötét van? Bent, de csak a izébe, a pitünkbe. Megnézem. Nani? De nem, ez az én szó. Ja, vagy úgy. Kajak, mi a szar? Nem tudom. Mert a... sok a fény, azt... Érted? A kamera nem úgy kezeli. Aha, a szemem. Lehúzták a expót. A szemem lehúzt az expót. Hát. Chester? Chester? Na igen, azt rákatod a játékodat. A mandragóra növény az létezik. Micsoda? Jó, gondolom nem sír, ha kiveszed a cseréből, de mandragóra. Be? Ez egy létező növény. Hát menj be ide az oázisba, vagy mi a bánat, írsál. Ja, mandragórát kérek. De sírósat. Nem tudom mi az, de... ja. Harry Potter. Ja. Hát figyelj, a harmadik hely, ez így nem rossz. Ez mekkora szerencsétlen már kiesett. Amúgy igen. Okay. És pont most nem vagyok ott, érted? Igen. Hát a vetést kieszi. Komolyan. Na. Második helyet behozom. És ha jól lerajtolom Hamiltont, akkor meglehetek arra az elején már az első hely. Hogy meg tudom tartani, az más kérdés. Jó. Checks complete. You ready? Mit, te már így leszeded a kormányt? Lemondtál. Mit csináljak? És ha lesz Pavnos hirtelen? Ja. Hirtelen visszarakom. Ó. Oh. Ó, Okon, miért vagy te Okon? Miért kell neked itt lenni? Ott megy a pecsádba. Nem, előttem. Ja? Fordítva. What? Ricardo beteleportált elém. Jaj, gyerekek! Nem, Ricardo írja elsőnek, engem meg másodiknek. Mi történt Hamiltonnal? Ó, tizedik. Szerintem itt össze-vissza van. Ja. Csak véletlen műve.
Húha! Igen, én is megijedtem. Most is. Szépen oda kented. Nagyon pusztítottam ezt az első szektort. Ez kettes. Rohadt! Rajd! Ez is egyesbe vetted be amúgy. Igen. Bármikor, ha beírod, Bence. Elkezdtem izgulni és elcsesztem. Ó! Pedig ahhoz képest nem lett rossz. Annyira nem. Drop the P2. Verstappen, hogy mi van? Bement eléd. Ó, mindjárt jön Hamilton. Hamilton hatodik lett. Most etet. Megy gyors kört. Grosjean előtte megy és nem bír gyorsan menni. Hallod? Lol. Ne csesszél már. Grosjean, tartsd meg jó szokásod. De most meg kimennétek, baszki? Hát ezek a kutyák. Jó. Megoldottam. Egy ilyen Verstappennek nem kellene engem lenyomni, az baj. Nagyon nem kéne. Jó, csak izgultam. Még lesz, hogy igen. Nagyon izgultam, Feri! Nagyon, annyira jó első szektort mentem, mint a rohadás. Már nem is mész? Még mehet? De megyek, persze. Gyorsabban kössétek már rá az infúziót az autóra. És az első szektorom lett a legrosszabb. Ja nem, az első szektorom nagyon jó lett, a másikat szar. Jó. Ha feliratkozó fonzik, akkor leszek jó kis imótjai. Ja. Nekem is van ám ilyenem. Már ide jött. Anyám. Ah! Dávid! Hideg a gummer. Mhm. Hallott is. Az a baj, hogy úgy fékezek, mint egy buzeráns. Ez a fékezik is, meg nem is. Ez a nyomja is a gázt, meg nem is. Határozottan kell szétrugni a szal. Te vagyok, puzi! Gyabjuk! Ó,
Luis Fonzika, olyanom is van. Az azat is. Ez jobb, mint az eredeti Kapok Ride. Még a színek nem pont úgy vannak, de van szarva. Mint egy burgonya, csak meg van ropizva, romolva. Ez Feri feje. Na most már jönk le imótokkal, mert... Ja, máshogy vannak a színek, nem kopi. Húha, körbe drifteled azt az izért, emelkedő, vagy még bukkanó. Már megint itt vesztettem el az idémet. Igen, még mi? Pedig nem vagy nagyon lemaradva amúgy. Van! Hát de mi egy csomó csúszkáltam minden tököm. Vagy csak nálam másra. Látod látszik. Feri, ha üvöltöd közben, nem vagy buzi. Igen. 1.13.6. You know? Ilyet még senki nem futott. És az első kanyarba falnak megyek majd. Az a gáz. Ez jó volt. Nem tudom, hogy sikerültem úgy, de a harmadik szektort nagyon megküldtem. Mindjárt mondom, Dávid, 2017-ben Sergio Perez ment a legjobb köridőt Monakóba. 1.14.8-at. Az hogy a bánatban? Mert ennyivel ez játék, Feri. Hát jó, de... Játék! Ez szar. Senki nincs kint. Meddig tudok legörgetni? Hallod, ki lehet választani az évet? Úristen, már 70-nél tartok. 1960, Lola. 50. Lenko Rossi megnézte. 50-ig lehet visszamenni. 1950-ben 2 perc 13 másodperc volt a pályarekord. Mi? Egy Alfa Romeo-val. 1950-ben. Egy perccel volt lassabb a pálya. Ja, az mi? Ja, az nem az, baszki. Ez a 70 kör alatt. Feri baszki. Ja, az 2 óra. Feri baszki. Érted, hogy itt hiszek neked? 200 kört ment valamelyik. Valami 4 óra alatt. Ó, honnan mutat köridőket? Mert ez az izét mutatja a versenynek az idejét ezek. Valaki már nem is ott vagyok, ahol kéne. Hát ez hülye. Na mindig. Hogy kimentek sorba? Azt figyeld! Hamilton vajon beakad? Mert ha beakad Hamilton, akkor ebben nem lesz egy gyors kör már megint. Neki hát egészen ott megy Perez mögött. Igen. Pedig neki nagyon jó kört kéne ez autózni. 6. helyen van. Jó, azért van helye. Miért mentem, ami várja? Első szektor elpusztítva, második szektor elpusztítva, harmadik szektor... Úristen. Harmadikat nagyon beéltem meg a másodikat.
Olyan folytalmú ott nincs. Van helyette jobb. És most csak $4.99 ér? Igen. Na nézzük Hamilton. Na nézzük. Hát, eléggé le van maradott peresztő, szóval tud menni. Igen, első szektorban én 19.5-öt mentem. Ő most. Hát a látsz izé szektoridőt? Én nem látom magam. Ó, nem fogjuk végignézni, mert most jár le. 19.4, ja. Viszont beérte hát Perez. David vége. Ó. És pedig, fúj, de közel jött, azt néz. De megvolt. Igen, nagyon, szerintem vissza. Pole pozíció. Utasd már az időket! És bement mögéd. Igen. Pole pozíció. Érted? Nice, David, nice. Ezután a szabad edzés után nekem egy pole pozíció, neked meg 20. hely. Én meg utolsó, érted, aki első volt. Azért érted. Hát igen. Tehát, hogy... Vice versa. Kettő darab egyszer fent, egyszer lent. Hát, ez érdekes lesz. Ez az. Hát látszik, hatékony volt ez a két másodperc. Tehát nem ugyanúgy beírta. Akkor jó. 70 nem rohadt körön keresztül mat. Kell vezetnem a legelső helyem. Na nézzük, milyen gumikiosztást ajánl. Na, enyém az igazi pole pozíció. Mert lehet, hogy inkább elfogadom azt. You know. Én ezt nem akarom elveszíteni. Best seat in the house. Szerintem achievement unlocker. Aha. Uram, atyám, Dávid. De több kiállást szeretnem. Ide hozhatok több üzemanyagot. Nem mi? Ja, de. Elvileg ez így működne. Tehát neked mi van? Két kiállás? Várj, megnézem. Hát két kiállás. Hát nem. Nekem is hármat mond, de... Jó, hogy te már átállítottad. De én most egy ilyet állítottam, nem tudom. Hogy őszinte legyek. Hát nekem úgy van, hogy ugye lilán indulok, váltok, vagy cserélek egy lilát, és a végére piros. Tehát két kiállás. Én nekem lehet, hogy... Még szerintem nekem... Mire végig előzöm a mezőnyt, addigra lesz egy pár kiállásom még pluszba szár miatt szerintem. De csak rendesen nem. Rendesen ilyenre kalkulálja, hogy milyen race time-ra lehet számítani. Én kivettem egy kiállást, és egyszerűen rosszabb a race time-om, mert annyival lelassul. Hát mert... Aha. Hát én maradok két kiálláson. Maradsz. Azt tuti, aha. Ja. Amennyiben én kibírom 30. körig a lilám, akkor jó lesz. Hát jó. Hát csak az ki kell bírni eddig. Igen. Még neked jó lesz, mert csak tartani kell, nem, itt nem hát kell nagyon izélni. Mert jó, igazából mondjuk, sehol nem tudnak előni. Ha egyszer túlkopik a gumim és azért fogok falba csúszni, akkor meg már nem ért semmit az egész. Nem hiszem, hogy egy kiállás hoznának. Nem hiszem. Na. Szerintem neked érné meg egyébként ez egy kiállás, hogy azzal nyernéd a... Az előnyt azzal tudnál fentebb kerülni, you know? És akkor szépen ügyesen okosan mennél, gumira vigyázva. Mondjuk már eleve ott benne a bolyba, gumira vigyázva nehéz menni. Hát... Még az első helyen viszont nagyon jó lehet gumira vigyázni, mert hogy sokkal kevésbé kopik a gumia, mert kevesebb a légenellenállási probléma. Na mindegy, érdekes lesz ez. Hát, meglátjuk, jó. Eddig akárhányszor bevállaltam ilyen extrém gumikiállást, akkor mindig beszívtam a végére. Jaj. Van, amikor végül is bejött, de... Azért hallgatni kell a játékra. Általában.
Lilával elmész 30 kört, pirosan 40-et. Nagy vállalkozás. Jó van. Délután 3-kor rajtolunk, elindulunk a felvezetőkörre. 3-kor pontban felvezetőkör indulás, szóval... Akit érdekel, az itt legyen mindenképpen. Addig is pihenünk egyet. Jó. Tegyedek ti is így. Addig is. Jó, szép délutánt. Jó.